Rengeteg a kérdőjel Magyar Péter körül, aki ugyan a direkt kérdésekre nem felel, de bűncselekménnyel vádolja a magyar kormányt a saját bulijával kapcsolatos összezördülésben. Aztán kezdődik a Párizsi Olimpia, minnyáján izgatottan várjuk a magyar sikereket, és bízunk egy biztonságos versenysorozatban. Majd foglalkozunk azzal is, hogy átalakíthatják a jogosítványszerzés szabályait Magyarországon. Hogy hogyan, az rögtön kiderül. Kezdünk! Felettel köszöntöm Önöket a komment csütörtöki egyben e heti utolsó adásunkban. Mészáros Nóra vagyok, a stúdióban pedig köszöntöm Kulifai Mátét, a hetek főszerkesztő helyettesét. Jó estét! Szikra Levente vezető elemzőt az Alapjókért Központtól. Jó estét kívánok! Brenner Kolomant, a Jobbik Konzervatívok országgyűlési képviselőjét. Üdvözlöm a kedves nézőket is! És itt van velünk Bándi Péter, a demokrata.hu főszerkesztője is. Köszönjük kívánok! Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. No, búvárok, buli, kampányígéretek. Ezzel kezdünk, pontosabban egy ezzel kapcsolatos összeállítással, amit a kollégáim készítettek, aztán rögtön utána ti jöttök. Nézzük! Amit a rendőrségi vezetők elkövettek, vagy a belügyminiszter utasítására, vagy Rogán Antal utasítására, az egy nagyon súlyos bűncselekmény. Így vádaskodott a Tisza párt újdonsült elnöke a diszkó botránya kapcsán. Magyar Péter ezt annak kapcsán mondta, hogy az általa elvett és a Dunába dobott mobiltelefont a rendőrség megkereste. A riposzt információi szerint az EP képviselő az ominózus éjszakán fiatalkorú lányoknak tett perverz ajánlatokat. Magyar Péter szerint a rendőrség szokatlanul nagy erőket mozgósított, és veszélybe sodort több vízi kutatót is azzal, hogy az áradó Dunába vezényelte őket. A Pest megyei kutatómentőszolgálat búvárait beküldik az áradó 10 méteres Dunába, ahol farönkök úsznak mindenféle biztosítás nélkül. A Hír TV megkereste a Pest vármegyei kutatómentőszolgálatot. A szervezet elnöke tételesen cáfolta Magyar Péter állításait. Azt mondta, Évente 20-30 alkalommal kéri meg őket a hatóság víz alatti kutatásokra. Ekkor a rendőrség csak a keresett tárgy jellemzőit és a célterületet ismerteti, további információk számukra nem szükségesek a kereséshez, a speciális mentők vezetője hangsúlyozta. Az pedig nem jelent kockázatot a számukra, ha egy folyó éppen árad. Így nem voltak veszélyben a búvárok most sem. A part mentén zajló kutatás pedig szinte olyan, mintha állóvízbe merülnének, a sodrás ereje ugyanis ott elenyésző. Elég egyszerű volt cáfolni Magyar Péter állításait, és elég frappánsan cáfolták is. Ugye erre eredetileg a Telex interjújában rá se kérdeztek erre a kérdésre. Üm, akkor miért mondott olyant, ami nem felel meg az igazságnak Magyar Péter levente? Nem ez az első alkalom, hogy ilyet láthatunk tőle. Hallottunk már olyan állításokat, hogy járó motorral állnak a magánrepülőgépek, ugye, hogy a kormánytagok azzal menekülhessenek az ő nagy sikerű hangfelvételét követően. Aztán hallottunk már arról is, hogy a kormány majd meg fog bukni egy napon belül, ami azóta legalább nem száz nap eltelt, és még mindig nem. Te azt is elmondta, hogy nem fogja felvenni az európai parlamenti mandátumát, ugye ezt sem sikerült betartania. Lássodát véletlenül megszavaztatta a híveivel, hogy mégiscsak fel amit egyébként korábban kamuálásnak nevezett, szóval azt kell látni, hogy egy ilyen emberről van szó, aki alapvetően nem igazán szereti és nem igazán tudja az igazat mondani. És a másik, amit én így megfigyeltem, és jogászként kifejezetten szórakoztatónak tartok, hogy valamiért mindenről a bűncselekmény jut eszébe Magyar Péternek, tehát hogyha bármi nem tetszik neki, amit valaki csinál, akkor azonnal arról beszél, hogy ez az illető bűncselekményt követett el. Arról valamiért pedig nem nagyon akar elszámolni, illetve beszámolni a nyilvánosságnak, hogy mondjuk mástól a más tulajdonát, a telefonját elvenni és a Dunába hajítani, az vajon nem bűncselekménye. Szerintem az, de a lényeg az, az, az hogy valójában mindenkit ezzel vádol, dobálózik. Azt gondolom, hogy egy komolytalan jelenség beszélünk ebből a szempontból. Vigyázz Levente, mert ha így folytatod, akkor téged is be fog perelni háromszor. Lehet, hogy én is bűncselekményt követtem el az igen. előbbi mondataimmal. Igen. Nem, ugye az van, hogy nagyon, tényleg az van, hogy mindent ilyen jogi síkon próbál megértelmezni, és már 125-ször beperelt mindenkit, aztán valahogy ezeket a pereket soha nem hoz a nyilvánosságra, amiket egyébként meg, megígér a bírósági idézések, azok nem érkeznek meg a sajtóorgánumokhoz. Én szerintem sokkal inkább egy ilyen narratívai építkezés zajlik, tehát van egy olyan kommunikációs háború, amiben a valóságtól eltérő szintéren folyik a harc, és ebben egyébként nagyon ügyes Magyar Péter, mert a saját szavazó bázisát kiválóan tudja egy olyan mederbe terelni, ami, ami nem érintkezik igazán a valósággal. Itt is az van, hogy ő atrocitásba és verekedésbe, dulakodásba kerül valakivel egy szórakozó helyen, ahol na, számára kellemetlen felvételek ugye, kiderültek, majd Bedobja a Dunába a telefont, és nem arról van szó, hogy hogyan csinálhat ilyet a Orbán Viktor miniszterelnök kihívója, és elvileg a Magyarország miniszterelnöki pozíciójának elméletben a várományosa, hogyan, hogyan jut el idáig, nem erről szól a narratíva, hanem az, hogy milyen gonosz a rendőrség, mert megint összeesküdtek ellene, ugyanis a, az általa egyébként nem elkövetett incidensnek, nem létező telefonjának a, a, Dunában nem bedobása miatt a, ugye a rendőri búvárok hogy merészelték azt megkeresni a Duna alján. Tehát valószínűleg egy ilyen kommunikációs hadjárat zajlik éppen, amit, amit Magyarországon elég sok ember egyébként elhisz neki. Ez nőni fog ez a bázis? Ugye épp ezt akartam itt hozzáfűzni, azzal egyetértek én, hogy itt gyakorlatilag ugye itt két dolog van, én ezt talán ebben a stúdióban is már elmondtam, hogy ugye június 9-én a Magyar Péter jelenség az egy inkább egy ilyen hasonló történet volt, engem akkor is már az érdekelt, hogy ebből milyen politikai értékválasztást és milyen, milyen ideológiát lehet majd egy idő után hát kideríteni, itt pedig ebben az ügyel kapcsolatban én nagyon bízom benne, hogy itt a nyomozó hatóságok teszik a dolgokat, az igazságszolgáltatás teszi a dolgát. Az, hogy Magyar Péter ezeket hogyan kommunikálja le valóban ezeket az ilyen őt ért úgymond támadásokat, azonnal visszatámad, azonnal perrel fenyegetőzik, ugye ez egy, ez egy láthatóan átgondolt stratégia a részéről, ha jól látom, és igen, ez a bázis ugye a felmérések szerint a választások óta tovább nőtt, és azt gondolom, én úgy fogalmaztam meg már egy korábbi műsorban is talán, hogy én, én azt gondolom, hogy ez nyár végéig nőni fog ez a támogatottsága ennek a pártnak, aztán amikor kiderül talán a szélesebb választói rétegek a magyar választópolgárok számára az, hogy, hogy ez a párt, ez mit képviselt, még egyszer mondom, engem ez érdekelő szintén szólva, hiszen azt én üdvözlöm, hogyha van egy, 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 egy olyan, hogy mondjam, ellenzéki párt, amely komolyan megmozgatta az a eléggé befagyott, hogy mondjam, rendszert, amit előtte láttunk, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen értékek mentén fog politizálni Magyar Péter, ha beülnek a képviselői mondjuk a budapesti közgyűlésbe, ott milyen döntéseket fognak hozni, milyen döntéseket hoznak az európai parlamenti mondjuk szavazásokkor, mert hát bocsánat, én gyakorló jobbikos politikusként tudom, hogy vannak azok a fránya gombok, ahol meg kell aztán majd nyomni, hogy igen, nem vagy tartózkodom, hogy megszavazom a budapesti költségvetést, hogy másnap elinduljanak-e a villamosok. De hát minnyáján tudjuk azt, hogy a szavazók nem hülyék. Tehát egy idő után mindenkinek fel fog tűnni az, amit te is mondtál, hogy nem egyezik meg az, amit mond, azzal, ami a valóságban történik, illetve hogy minden kérdés elől elmenekül, és nem ad arra választ, amire igazából rákérdeznek. Én igazából azon csodálkoztam, hogy elvileg azért van mögötte egy elég nagy stáb sokkal hamarabb elkezdett komoly hibákat elkövetni, mint azt gondoltam volna, hiszen valóban, ahogy Máté is mondta, egyrészt potenciális miniszterelnök jelölt, másrészt három gyerekes édesapa, ne úgy veszesse le a feszültséget, hogy elmegy sokat inni egy nyilvános szórakozóhelyre, lányok lába között átcsúszni és hasonlók, mert ilyet nem tehet meg egy olyan személy, aki ennyire magas pozícióra törsült, meg azt gondolom, hogy ennél alacsony pozíciók esetében sem túlságosan e, szerencsés. Aztán ugye több alkalommal is védekezett azzal a kampány végén is, e, illetve most is, hogy ő nagyon elfáradt. Hát bocsánat, hogyha a miniszterelnök lesz, akkor akkor mi fog történni, ha nagyon elfárad egy, nem tudom, egy maratonik többnapos európai uniós ülésen. E, Hibát-hibára fog halmozni, tehát ezzel a saját hitelességét és a saját alkalmasságát e, kérdőjelezi meg. És tényleg érdekes lesz az, hogyha ha konkrét ügyekben megtudjuk, hogy valójában mit is képvisel a Tisza párt, illetve Magyar Péter, mert így csak azt látjuk, hogy nagyon sok mindenben próbálja utánozni a, a Fideszt, miközben azt mondja, hogy, hogy, ő lesz az, aki leváltja ugye a NERT, illetve a, a Fidesz-KDNP kormányt. Csak, csak annyi megjegyzésem van, és annyival vitatkoznék a, a Koloman által elhangzottakkal, amellett, hogy nagyobb részt egyetértek, hogy én nem vagyok abban teljesen biztos, hogy egy átgondolt stratégia szerint működik Magyar Péter. Én nekem sokkal inkább az a gyanúm, egy bot csinálta pszichológusként, hogy inkább indulatkezelési problémákkal állunk szemben. Tehát azért fenyegetőzik azonnal, mert azonnal felmegy benne a pumpa, és azonnal, a, azonnal megsértődik, hogyha valamilyen ellenvéleménnyel találkozik. Nekem okay, inkább ez a működni. benyomásom. Akár lehet egyfajta keveréke is, persze ezt nem lehet kizárni, innentől parfa, hogy nyilván ennyire mélyen nem látunk be ebbe a konyhába, de ezt szerettem volna hozzátenni, hogy nekem azért van egy ilyen benyomásom vele kapcsolatban. Én szerintem ez egy tudatos kommunikációs stratégia, nem vitatva az, hogy indulatkezelési problémákkal küzd, mert azt ugye talán mindenki látja, talán a szavazói is, de az egy kommunikációs stratégia, hogy a választóim fele egy vállalhatatlan botrányt úgy kommunikálok, hogy azt állítom, hogy semmi sem igaz abból, amit megírta. De ami provokátorok, így, nyilvánvalóan provokátorok. egy mert ő maga elismeri, hogy ennek részletei igazak. Tehát, hogy ez, és az, hogy beperelem a az azzal az azt üzenem a nyilvánosság felé, hogy mindenki hazudik ról, rólam, én mindennek az áldozata vagyok, én vagyok az áldozat, nem a, az én általam megsértett, megütött, megfoszt, megfosztott emberek. Tehát, hogy, hogy valószínűleg ebben azért van egy, egy tudatos stratégia, amit ő felépített, és működik is, mert ha megnézed, a korábbi botrányai után is a választáson egy nagyon jó eredmény, egy várakozáson felüli jó eredményt ért el. Tehát valamilyen szempontból az embereket nem érdekelte azt, hogy az a per megtörténik-e, elég volt csak bejelenteni. De hogyha ezek nem ütik meg az inger küszöbét a szavazóknak, mit tudja megütni? Hol van az a határ? hogyha az a hitük remeg meg esetleg, hogy Magyar Péter képes arra, hogy, hogy leváltsa a Fidesz, hiszen most, aki adament hozzá, az nem ideológiában ment, nem azért, mert pénzt, ezt a azt, azt ígért. Csupán annyi volt az ígéret, hogy itt van egy olyan politikus, aki nem volt részes az ellenzéki politikának az elmúlt 10-12 évben, és ő hát ha képes lehet rá, mint egy jött ember, hogy hogy így bontsa meg ezt a hatalmat. Ezt onnantól kezdve, hogy ezt ö, nem hiszik el neki, ö, onnantól kezdve valószínűleg ö, csökkenni fog a támogatottsága, hogyha nem is annyira gyorsan, mint ahogy emelkedett. Hát egyelőre ugye csak az ellenzéknek ártott, illetve ezt ezért így ne, nem mondjuk ki, mert ártott a Fidesznek is, illetve a, a kormánypártoknak, de azért többet az ellenzéknek. A magyar Nemzet írta meg, hogy hatalmi harcot víve Gyurcsány és Magyar, ezzel a címmel közölte a cikket. Azt írja, több a közös a demokratikus koalícióban és a Tisza pártban, mint gondolnánk, hiába támadják Gyurcsány Ferencék Magyar Pétert. Úgy folytatódik, és még pár sort engedjétek meg, hogy idézzek, a két törölmetszett baloldali párt közötti párthuzamot bizonyítja azt is, hogy az Action for Democracy, a háború pártiság és a botrány politizálás, valamint Tordai Csaba, Karácsony Gergely jogi főtanács csadójának személye is Koloman. Hát én ezt egy kicsit túlzanak tartom, hogy mindenkit be akarunk rakni a baloldali kategóriába, aki nem a Fidesz. Én még egyszer leszögezném, én még nem látom azt, hogy a Magyar Péter jelenség mögé egy olyan koherens ideológia felsorakozott volna konkrét politikai értékválasztások és döntések alapján, aminek alapján kielenthetnénk, amit a Magyar Nemzet írt, hogy ez egy baloldali formáció, ha szabad így mondani. Az, hogy hát, uh, Gyurcsány Ferencre visszatérve itt azért nagyon-nagyon sajnálom még egyszer azt, és tudom, hogy már erről is beszéltem, talán a legutóbbi műsorban, amiben szerepeltem, hogy, hogy 2018-ban úgy döntött, hogy átmertéleg visszavonul a közéletről, mert ha csak lemondott volna a Jobbik elnöki pozíciójáról, és marad uh, a, 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 politikában, és egy-két év múlva újra uh, aktív szerepet játszik, vagy aktívabb szerepet játszik, akkor egészen bizonyosan most itt 2024-ben nem Gyurcsány Ferencről beszélnénk, hiszen kedves nézők bizonyára emlékeznek, akkor a gyócsány párt éppen, hogy csak 5 körüli eredménnyel becsúszott a parlamentbe. Hát itt most itt tartunk azóta sajnos. Azt gondolom, hogy itt egy pozícióharc zajlik Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc között. Tehát alapvetően ugye ugyanarra a szavazó bázisra lőnek elsősorban, bár nyilvánvalóan szavakban Magyar Péter a fideszeseket is megpróbálja megszólítani, de közben azért őket is szokta sértegetni. A fideszes politikusokat nagyon erős személyeskedő módon szokta sértegetni, és azért, azért vannak bizonyos jelek azért mégiscsak, amik alapján, bár valóban nem teljesen tiszta, hogy mit képviselnek, de azért én is inkább azt mondanám, hogy a baloldalra lehet besorolni őket. Egy példát hadd mondjak a valóban kevés jelből az, hogyha valaki a meta, tehát a Facebook tulajdonosának a Londonban élő egyik középvezetőjét jelölte az Európai Parlamentbe, van rá persze valamekkora esély, hogy ez egy konzervatív ö, politikus, de én mégiscsak fenntartom ezt a gyanút, hogy nem. Tehát az a helyzet, hogy azért vannak erre utaló jelek, egy pozíció egy, egy. mondjuk, hogy egy kártyajáték vagy csak zajlik magyar Péter és Gyurcsány Ferenc között, hogy ki lehessen a baloldalnak, vagy a valakinek úgy tetszik az ellenzéki oldalnak a vezetője, a legerősebb pártja, és kihívhatja ki Orbán Viktort, de azért azt is gondolom, hogy még. Mindig inkább az a valószínűbb, hogy a végén csak összefognak valahogy, hiszen mégiscsak Magyarországon a választási rendszer az, az az összefogást támogatja, vagy a nagy tömböket támogatja, ezt azért ismerjük. Úgyhogy egy kicsit azért van ennek egy színjáték része is, meg van ennek egy valós hatalmi harc része is, hogy ők megpróbálják egymást kiszorítani, hogy kinek legyen nagyobb befolyása az ellenzéki oldalon. Ö, azt gondolnám, hogy, hogy egyelőre valóban a hatalmi harc az, ami erőteljesebb, hiszen voltak olyan momentumok, amik talán nem voltak sikeresek, gondolok itt mondjuk Márki Zajpéter jelöltségére, de összességében véve a Gyurcsány stratégiája az elmúlt 6-8 évben működött olyan tekintetben, hogy mostanra vagy bizonyos ellenzéki pártok ténylegesen szövetségben indultak vele ezen a választáson, akik pedig nem, azok marginálisak voltak és sok tekintetben szintén fügtek a DK-tól, és hát erre így tulajdonképpen meglepetésszerűen érkezett egy olyan szereplő, aki ezt a szépen évek alatt építgetett stratégiát, ezt teljesen felborította, úgyhogy azt gondolnám, hogy azért a Gyurcsány Ferencen látott düh megindulatok, bár másképpen kezel, mint Magyar Péter, de azért azért valósak. Nekem is egyébként a problémám van azzal, hogy baloldalra soroljuk be a Magyar Pétert, mert szerintem az egész jelenséget akkor lehet igazán megérteni, ha, ha megértjük azt, hogy ő igazából az emberek, az Orbán kritikus szavazók érzelmeire játszó, ilyen bulvárpolitikus, és teljesen igaz van kolom annak, hogy előbb-utóbb azért lesznek olyan politikai döntések, amelyekkel meg fogja sérteni a szavazói bázisának egy részét, és mondok erre egy nagyon érdekes példát. Az Európai Parlamentben kiraktak egy nyilatkozatot, a Magyar Péter kiposztolt egy nyilatkozatot, amiben többek között azt mondta, hogy ezt a Kordon szenitert, ezt a karantén vesztek zárat, amit a, a jobboldali párcsaládokkal szemben alkalmazott a, az egész Néppárti és baloldali liberális zöldpárti párti koalíció, hogy ezt nem támogatja a TISZA párt. Ez egyébként nekem szimpatikus álláspont, és egyet is tudok vele érteni. Igen. Hogy azt mondta ugye deklaráltan, hogy minden magyar választópolgár szavazata egyenlő értékű kell, hogy legyen, és a, az európai képviselők. ...nek egyenlő joguk kell, hogy legyen, hogy megméressék magukat ad akár a szakbizottság elnöki és elnök alelnöki posztjaira. Tehát ez egy, ez egy valid és ezután, ha valaki a komment szekcióját megnézte, óriási, gigantikus felháborodás volt, hogy ő ugyan miért mentegeti a Fideszt és a Fidesznek a szövetségeseit az Európai Parlamentbe, miért segítene nekik pozíciókhoz jutni. Másik részről viszont beigazolódott, hogy amikor megszavazni kellett, akkor ugye Ursula von der Leyen-t megszavazták, aki egyébként az egyik motorja volt ennek a jobboldal ellenes, jobboldalt kiszorító, a jobboldali magyar szavazókat semmibe vevő koalíciónak az egyik élharcosa volt, és utána is azzal dicsekedett, hogy a Tisza párt milyen sok pozíciót megszerzett a bizottságokba. Bedzeg a Fidesz egyet sem, hát pont azért, amit ő is elutasított, tehát itt van egy ellentmondás már most, amivel itt is van meg egy is akar nyerni jobboldali szavazókat, meg, meg meg is akarja tartani az orbánt gyűlölt. Bocsánat, szavazok. inkább szerintem ez egy színjáték volt az a nyilatkozat, amit először idéztél tőle. Tehát én azt gondolom, hogy itt megpróbálja most eljátszani a nagy hazafit, aki minden magyar szeretne képviselni, de pontosan ezért fontos az, is erről beszéltünk már itt a műsor korábbi részében, hogy azt kell megnézni, hogy mi, az, mi tesz, mi az, amikor szavaz, mi az, amikor ténylegesen valakivel megegyezik valamiről, és azt mondjuk be is tartja, és adott esetben ennek Magyarország a kárvallotja, mint például most ennek a történetnek, hogy a legnagyobb magyar pártnak a, a képviselők. Sikerült ugye Magyar Péter aktív közreműködésével ellökni az Európai Parlament bizonyos pozícióitól. Tehát azt gondolom, hogy itt újra ki fog ütközni, és itt már egyetértünk, újra ki fog ütközni az az ellentmondás, ami a szavai és a tettei között van, ami a, az ígéretei és a valóság között van és ez a színjáték ez elég hamar, azt gondolom, átlátszóvá fog válni a választók többsége számára. A baloldaliság kapcsán pedig annyit tennék hozzá, hogy pontosan azok a kommentek például, amiket idéztél számomra, azok bizonyítják, hogy ő azért is még ha nem is ezt mondja, de a baloldalra pozícionálja magát, mert a baloldali szavazókra számít alapvetően. És azok, akik őt támogatják, nagy többségében, biztosan nem 100 de nagyon nagy elsőbbről többségben inkább a baloldali szavazók, és nekik kell, hogy politikát csináljon Magyar Péter. Tehát én ezért gondolom, hogy nyugodtan tekinthetjük őt baloldalinak, akkor is, hogyha ő saját magát jobboldalinak nevezi. Ezt egyébként, amit mondok, de Dajc Tamás úgy fogalmazta meg, hogy Magyar Péterék megkapták a júdás pénzt a háború párti koalíciótól. Ez volt az ő reakciója. De egyébként hogyan látjátok, mert ugye a szakértők azt mondták, amikor itt az Európa, a patrióták összeálltak, hogy Ja, itt az LP pozíciók igazából nem is annyira fontosak. Orbán Viktor itt próbál valamit itt összerakni, egy olyan frakciót, ami majd valami lesz, de hát ez nem is olyan, meg ez nem ér annyit. Most akkor fontosak ezek a pozíciók, vagy nem? Tehát, hogyha a Tisza párt kapja ezeket a pozíciókat, akkor fontosak. Ha Orbán Viktorék kapták volna ezeket a pozíciókat, akkor ezek nem lennének fontosak? Hát ugye erről beszéltünk annak idején, hogy a, nyilvánvalóan az Európai Parlamentben, amely nem úgy működik, mint egy nemzeti parlament, ezek a pozíciók fontosak, de nem olyan döntőek, mint mondjuk az, hogy ki egy ország miniszterelnöke, aki a végső döntést hozza az Európai Tanácsban, illetve nyilvánvalóan az Európai Bizottság jogkörei is nagyon fontosak ebben a mondjuk így nagyon bonyolult összjátékban, ahogy európai döntések megszületnek. Én szerintem itt az egy nagyon komoly hogy mondjam, előrelépése volt a Fidesz párcsaládjának, hogy végre hosszú évek után, amióta elhagyták az Európai Néppárt frakcióját, hogy sikerült egy viszonylag nagy létszámú frakciót létrehozni, akkor is, hogyha ez gyakorlatilag az előző, az ID frakciónak egyfajta átnevezése, vagy kicsit így hmm. meg több annyi, részben, a, a több részben, részben, nem állítom, hogy csak az, azt mondtam, hogy részben, és az is tény, hogy viszont az a nagy stratégiai terve miniszterelnök úrnak, hogy az ICR, tehát az Európai Konzervatívok és, a, és az ID között egy, egy olyan együttműködés alakuljon ki, amiből egy valóban már már a döntéseket érdemben nem lehet megkerülni, akkor a politika jöjjön létre az Európai Parlamentben, Ez a terve viszont nem sikerült Orbán Nagy Két fontos dologra még felhívnám a figyelmet. Az egyik Fonderlajának a megszavazása, és úgy, csak arra hozok példát, amit Levente is mondott. Azt mondták Magyar Péterék és a Tiszapárt, hogy ők tényleg így jobboldali. Magyar és nemzeti politikát fognak az Európai Parlamentbe végezni, hazahozzák az uniós forrásokat, és ugye felsorolt ezeket a dolgokat. Most utána megszavazni azt a bizottsági elnököt, aki nem mondom, hogy egy személybe felelős, de az arcával mindenképpen felelős azért, hogy több milliárd forintni, euró forrást befagyasztottak politikai, ideológiai indokokra, és biztos vannak szakpolitikai kritikák, és nyilván hosszasan tudnád Koloman sorolni azokat, hogy az Orbán kormánynak milyen változtatni valójuk van, de ténylegesen mégiscsak az van, hogy egy európai, brüsszeli ideológia mentén politikai megfontolásból befagyasztanak olyan uniós forrásokat, amelyek a magyar emberek életszínvonalát rombol, rombolták szét rombolják, vagy, vagy tizedelik. De ennek az egyik felelőse az Ursula von der Leyennek hívják, akit pedig simán megszabadott a tiszapárt a bizottság elnökének. A másik dolog, amire felhívnám a figyelmet, az tényleg szerintem égbe kiáltóan felháborító, hogy létezik az, hogy egy magyarországi Fidesz szavazónak a szavazata Harmad annyit ér, mint egy német zöld párti, vagy egy francia liberális És Ezért miért nem szólal föl a magyar érdekek védelmében Magyar Péter, és miért nem csap az asztalra, és hogy tud politizálni ezek után a néppártban, amely ennek a motorja, és arra tette föl a következő ciklust, hogy ezt a politikát Magyarországgal szemben végezze. A, a, a másik ilyen kulcs szereplő az Manfred Weber volt, akiket itt az elő, akit itt az előbb a vágóképen is láthattunk, hogy igen, harmonikus viszonyban van Magyar Péterrel. Ugye Manfred Weber, Weber-t kifejezetten a védelmében vette magyar Péter az elmúlt hetekben, miközben ő személyében szintén nagyon sokat tett azért, hogy a néppárti frakcióvezetőként, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat. Emlékezzünk csak arra, hogy az Európai Parlament a néppárt aktív részvételével együtt többször fenyegette a bizottságot, amely néha-néha engedékenyebb volt egy kicsit, és kicsit a józanabb észt képviselte. Amikor ez megtörtént, mondjuk hogy a bizottság gyengébb pillanataiban, akkor azonnal jött az Európai Parlament részéről egy olyan nyomásgyakorlás, hogy ők megbuktatják a bizottságot bizalmatlanság indítványjal, meg be is perlik, ilyen is volt, ha megkapja Magyarország neki egyébként jog szerint járó forrásokat. Tehát most ezekkel az emberekkel barátkozik és működik együtt Magyar Péter, nem hiszem, hogy ezek után könnyű lesz elhinni, hogy ő majd hazahozza az uniós forrásokat. Ráadásul ugye folyamatosan emlegetik a korrupció elleni harcot, mondjuk egy úzura von der emelni, és azt mondani, hogy akkor elnök azt jöjjön Magyarországra, ez reméljük, hogy nem a korrupció lesz a, ez a téma. De egyébként sokkal fájdalmasabb ugye, a bizottsági posztoknál az az, hogy hogy most már valóban azt látjuk, hogy hogy egyáltalán nem számítanak a, a demokratikus alapszabályok. Tehát azt lehet mondani, hogy ő persze grata, még különösebben meg se kell indokolni, elég azt mondani, hogy tudjuk, hogy milyen az Orbán meg a löpen, és akkor ezzel azt lehet mondani, hogy bizonyos frakciókat kirekeztünk. Összességben véve egyébként azt gondolnám, amit Kolomán mondott, hogy nem sikerült a hídépítés. Olyan szempontból én meg bár nem a következő néhány évet, hogy abban viszont, hogyha vannak közös pontok a két frakció között, akkor talán könnyebb lesz most a kapcsolat felvétel, mint az előző ciklusban, amikor az ID és az ICR között időnként valóban fagyos volt a viszony. Így van. Hát az LP pozíciókkal kapcsolatban most már nem tudunk mit tenni, az olimpián viszont a magyarok majd helyt tudnak állni, úgyhogy ezzel megyünk tovább, de csak a szünet után. Maradjanak velünk, rövid szünet következik és folytatjuk. a komment, köszöntöm Önöket. A stúdióban továbbra is itt van Kulifai Máté, Szikra Levente, Brenner Koloman és Bándi Péter. És Olimpia, Brüsszelből átjövünk most Párizsba. Ki melyik sportolónak szurkol leginkább, vagy melyik sportágat fogja leginkább követni? Bői kéziseknek most nagyon szurkolunk, ugye még a megnyitó előtt most fognak majd a franciákkal, olimpiai bajnokok, házigazdák, hát nagyon szurkolunk nekik, hogy egy jó eredményt érjenek el, tegyenek csodát. Kemény lesz, ráadásul úgy, hogy a nulladik napon vagyunk. Hát én volt vívóként természetesen a vívást fogom figyelemmel kísérni, és ott azért a magyaroknak mindig tradicionálisan jó eredmények várhatók, hála Isten, remélem most is az lesz és hát amúgy meg igazánból az olimpián bevallom én így az atlétikai számokat, annyira nem kedvelem ezt, ha szabad így mondani, de az tény, hogy magának az egész rendezvénynek a hangulata az mindig valami különleges, és hát a párizsi helyszínhez meg annyit, hogy én hivatali utam során elég sokat járok Párizsba, azért ott hamar be kell szögezni néha a kirakatokat, lehet, hogy most is szükség lesz rá úgy uh, ugye az olimpia az az esemény, amikor az ember olyan sportágak közvetítését is megnézi, amit egyébként uh, nem, csak négy évente, úgyhogy, úgy, szerintem ugyanúgy fogok izgulni akár az úszóknak, akár a vívóknak, Szilágyi Árontól kezdve a csapasporták, akik, de hogyha ki kell emelnem, akkor a csapasportágak azok közelebb állnak hozzám, úgyhogy talán mondjuk a férfi labda csapat. Levente. Lehet, hogy ma már nem látszik annyira, de én régen kajakoztam, úgyhogy én a kajakkenút fogom figyelemmel kísérni látszik. a talán. A, köszönöm a szépen, nagyon -e Nagyon-nagyon jól bírom. Szóval a helyzet az az, hogy én talán ezt fogom egy kicsit jobban nézni, és ott is ezért sok magyar siker szokott születni, úgyhogy most is ebben bízunk, de hát természetesen minden magyar éremnek nagyon fog a körülni. Így van, nagyon drukkolunk mindenkinek, és hát minden minden olimpiának igazából a sport szeretetéről és a békéről kellene szólnia, ez az alapvető célja, de ugye mindegyiket körüllengi egy ilyen politikai zűrzavar is. Úgyhogy ezt is, nézzünk meg egy összeállítást erről, és akkor én folytatjuk. Francia rendőr igazít útba egy az olimpiára érkezett nőt Párizsban az Eiffel-torony tövében. Egy másik férfi pedig éppen az okmányait mutatja meg a rendőrnek. Ezen egyáltalán nem lehet csodálkozni, hiszen több mint 35 ezer rendvédelmi és 18 ezer katona, 7 ezer tűzoltó, 2000 vagyonvédelm teljesít majd szolgálatot az ötkarikás játékok alatt. Olyan, mintha az olimpiai játékok csak a francia elnöktek Macronnak és barátainak lennének fontosak. És mi a lakosok csak úgy lennénk. Úgy érezzük, mintha be zárva. Nyilatkozta egy helyi férfi. Az egyik párizsi labdarúgó stadion előtt szintén egy rendőr két izraeli fotóstáskáját nézi át. Ez a zászló alatt. volt a táskában, és ez nem tetszett a rendőrnek. Nem igazán érdekel az a kisebbség, akik nem akarják azt, hogy Izrael itt legyen, mondta az egyik fotós. A francia rendvédelmi erők legnagyobb félelme azonban nem a terrorizmushoz vagy a kibertámadásokhoz, hanem a saját lakosságukhoz köthető. Egy rangú tisztviselő szerint a legnagyobb veszélyt, az erőszakos tüntetések, gyújtogatások és sztrájkok okozzák. Tavaly 12.500 embert utasítottunk ki a sátorvárosokból, ami 40%-os növekedés a két évvel ezelőtti időszakhoz képest. Az ilyen és ehhez hasonló emberek járnak az utcára tüntetni. Őket kell megakadályozni abban, hogy ne csináljanak balhét, nyilatkozta a képviselő. A Párizsi olimpiai játékok hivatalosan pénteken este a megnyitóval kezdődnek kellenek -e ezek az óvintézkedések, illetve elége szerintetek? Hát innen Budapestről könnyű aztán okosnak lenni. Fé? Én elmesélek akkor gyorsan egy személyes történetet, ami nem Budapesten, hanem Párizsban történt meg velem. Még idén évelején Párizsba jártam, és utaztam vonattal, és a pályaudvaron azt láttam, hogy a szerelvény már benne áll, de nem engedik felszállni az utasokat. És megkérdeztem ott egy fél óra várakozás után, megkérdeztem az ott lévő vasúti alkalmazottakat, hogy miért nem engednek felszállni, mert régen kellett volna indulni. Hát kiderült, hogy azért, mert egy hátizsákot valaki elhagyott, és teljesen ártalmatlan dolog, csak épp egy ugye őrizetlen csomag volt a vonaton, és ezért ki kellett hívni a rendőrséget, biztonságiakat, teljes átvizsgálás, és addig nem indulhatott el a vonat. Ezt azért mondtam el illusztrációként, hogy azért Franciaország hétköznapjaihoz, olimpia nélkül is hozzátartozik ez a fajta, mondanám, hogy paranoia, de hát a paranoia általában valamennyire alaptalan, ez meg sajnos sokszor bizonyul megalapozottnak, tehát ez a fajta félelem, ez a fajta aggodalom, ez, ez bizony benne van a francia hétköznapokban, és nyilvánvalóan ilyen nagy világeseményeknél még nagyobb figyelem irányul rá, ezt ki is tudják használni azok a, az elemek, akik éppen erre a figyelemre vágynak, és adott esetben és ez kockázatot jelenthet. Mindenképpen indokoltnak tűnik egyrészt ugye Franciaország, illetve Párizs mondjuk lakossági társadalmi összetételé szempontjából is, másrészt ugye több nagy nemzetközi konfliktus is van ezekben a hónapokban, években óriási mennyiségű ember érkezik oda, és hát ugye látjuk is már a, a problémákat, tehát lényegében el se kezdődött még az olimpia, de szó volt már itt egy fegyverrel való fenyegetésről, hogy egy magyar kommunikáció szakember esetében raboltak már ki Ausztrál csapatot, volt már nemi erőszak, és hát tulajdonképpen a mínusz egyedik napon vagyunk még, hát benne, hogy ez a a tudósításban is szereplő több tízezer rendőr, katona, biztonsági ember, ez azért valamelyest tudja garantálni az ott résztvevő tízezer sportolónak, újságíróknak a, a biztonságát. Csak csatlakozni tudok. Bocsánat, és, közben mutatjuk a kirabolt buszt, ahonnan még a masszázs asztalt is elvitték az ausztrál kerékpározóknak. És közben figyelek rád, csak a kedves nézőknek mondtam. Hogy igen, a... nem, ugye valóban, tehát egy ekkora méretű rendezvényen egyszerűen a, a nagy számok miatt is ez egy kiemelt célpontja, és mindazon rossz szándékú embernek, aki feszültséget akar kelteni, akár politikai, akár más Okból, és ez lehet, aki amúgy Párizsban lakik. Ahogy említettem, Párizsban eleve az, hogy tüntetnek és be kell deszkázni az ablakokat. Nemzeti tradíció. Az, 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 ez egy elég régi tradíció, az így igaz, hagyomány. hagyomány. Ugyanakkor pedig minden olimpia, ha most a történelme visszagondolunk, és akkor most ne beszéljünk akár Münchenről, egyebekről, ez sajnos egy célpont is egyben, mindazon gonosz szándékú emberek számára, ezért nagyon indokolt ez a ez a nagyon komoly hát, jelenlét, amit a franciák itt jól felkészülve biztosítottak, és az, hogy már most ilyenek megtörténtek, ez is biztos, bizonyítja azt, hogy erre nagy szükség volt, és hát kiszűni meg mindent sajnos egy ekkora tömegrendezvényen, viszont aki ezekhez a biztonsági előkészületekhez ért, az pontosan tudja, hogy nagyon-nagyon nehéz, és én nagyon bízni tudok csak abban, hogy a franciák ebben azért nagy tapasztalattal rendelkeznek, és hogy nem történik ennél súlyosabb esemény. Említetted ugye München-t, itt az izraeli palesztin konfliktus most elég erőteljesen Hát főleg úgy, játszik. hogy közben azért ne feledkezzünk el arról, hogy nem is olyan régen Franciaországban választások voltak, és történt egy egészen becstelen koalíció, a Macron-féle centrista tábor és a radikális egyébként antiszemita hangoktól és izraelelens hangoktól, nem idegen, radikális baloldallal együtt, és így sikerült elérni nagy sikerként, hogy megállap, megállították, úgymond, Löppennek a győzelmét. Tehát egy totális politikai káosz lenne most Franciaországban, illetve van is, csak éppen van. felfüggesztették az olimpia idejére erről szóló vitát. De most csak azért hoztam föl ezt a kérdésedre válaszul, mert ugyanennek a radikális baloldalnak a képviselői, akiket egyébként részben Macronnak a jelöltjei segítettek hatalomba is be a nemzetgyűlésbe, felszólítottak többen is arra, hogy az izraeli sportolókat ne engedjék szerepelni az olimpián, főleg ne a zászlajuk de egyáltalán, hogy zsidók és izraeli olimpikonok nevehessenek részt. Na most, ha egy ilyen politikai narratíva közepette rendeznek meg egy olimpiát a francia fővárosban, nem csodálkozunk azon, hogy ez a az ottani bevándorló hátterű, vagy nem bevándorló hátterű, de radikális francia polgárokat is felhergeli arra, hogy akár támadásokat, merényleteket, szélsőséges tetteket hajtsanak végre. Arról nem is beszélve, hogy a nemzetközi anticionista és, és erőszakos perosz szervezetek is most arra készülnek, hát ha az ország világszeme láttára tudnak valami olyan ellenállást végrehajtani, vagy szabadságharcnak csúfolt dolgot végrehajtani, ami, ami, ami adott esetben vérontással járna. Itt közben mutatjuk a falon, hogy totális káoszba fulladt az olimpia első futballmérkőzése, ezt írta meg az index, ennek a főcímet mutatjuk fönt. Ugye Argentina és Marokkó feszültek egymásnak, és ezen a meccsen egyébként egy palesztin zászlót lengető fickónak a zászlaját tépte ki az egyik szurkoló a kezéből. Bár ez lenne a legnagyobb botrány, hogy egy zászló megjelenik a leláton, hogyha csak ennyi lenne a dolog, én már most aláírnám, hogy fantasztikus, hogy ez volt az egyetlen botrány ugye az az érdekes, hogy ezen a meccsen egy jókorra nagy stadionba rendezték ezt meg, és a, szinte az egész stadion marokkó drukkerekből állt, ugye tűzpirosba ami elég érdekes Franciaországban, másrészt viszont nem, ér, nem annyira megdöbbentő, ugye nagyon sok bevándorló hátterű ember állampolgár ér Franciaországban, is, hogy hát komoly balhét rendeztek olyannyira, hogy, hogy nem is tudom, utána két órával később sikerült lefújni ugye a mérkőzést, hogy az utolsó bar... három percet nem sikerült utolsó három időben, és az de úgyhogy jó, félbe kellett szakítani a mérkőzést nem. a rendbontás miatt, nem tudom, nem. mit fogunk tapasztalni majd az izraeli találkozókon, vagy bármelyik másik találkozón, hogyha még el se indult az olimpia elméletbe, és már ekkora bajék vannak. A most látható képek egyébként nem mostaniak, mindenkit megnyugtatunk, hanem még két évvel ezelőtt készültek, akkor a marokkói győzelem miatt, ugye a belgák a, a marokkóiakkal csaptak össze a futballvilágbajnokságon, és utána így nézett ki Brüsszel utcája a marokkóiakkal. Történelmi barátság, francióság és marokkó nemzete között. Igen, szóval azért megszokottak azok a jelenetek, hogy most már egyes nyugat-európai meccseken nem a hazai pályájátszó játszó válogatottnak a játékosainak vannak a legtöbb szurkolója, támogatója a stadionban, ráadásul ugye a stadionokat másra is szokták használni, például Erdogán török elnök volt, hogy kampánygyűléseket rendezett Németországi stadionokban, tehát azért a, migráció, a migráció jelenség jelensége az, az, bizony nagyon durvá jelen van, és nagyon komoly következményekkel jár, ez pontosan az, amit egyébként Magyarországon itt már kilenc éve mondunk, és én nagyon sajnálom, hogy egyre többször derül ki, hogy igazunk van, mert örülnék, ha tévedtünk volna, mégiscsak ezek amúgy jó országok és szép országok, és kárértük, kár Európáért, de, de nagyon veszélyes folyamatok indultak el ezekben a nyugati országokban, és ezek az ilyen meccs balhék, ezek szimbolikusan mutatják ezt, hogy mekkora a baj. Meg hát ez is mutatja bocsánat azoknak a, a szakértőknek az igazát, akik ugye azt mondták, hogy nem is annyira külső terrorfenyegetettség jelenti az igazi veszélyt, hanem a, hanem a társadalmi összetétel politikai uh, helyzet Franciaországban, és hát valóban ez nem független nagyon sok esetben a, a bevándorlástól. Ugye ez az az olimpia, amit Magyarország Budapest rendez hetet volna, hogyha ugye sok kereke lenne annak a bizonyos nagymamának, de szerintetek készen állt volna erre a rendezésre? Magyarország, Budapest, vagy jobb ez így, hogy Párizs élet végül a rendezés joga? Koloman. Hát ez szerintem most utólag már nagyon nehezen rekonstruálható, de alapvetően én azt tudom ezt mondani, hogy mi mindig azt mondtuk a jobbik részéről, hogy az ilyen nagy események nagyon fontosak. A, a magyar nemzet, hát megjelenítése szempontjából, az, hogy gazdaságilag ezek a nagy világesemények néha nagyon komoly gazdasági válságokat is okoztak a rendező országokban, ezt azért így elhelyezném mindenkinek a mentális térképén. Tehát én most utólag meg nem tudom azt mondani, hogy akkori gazdasági állapotában hazánk ezt meg tudta volna rendezni, plusz hát a budapesti mondjuk infrastruktúra kérdése, meg közlekedési struktúra kérdése, hogy egy kicsit visszautaljak a főpolgármester jelöltségemre, töröljük el a bicikli Szóval Szóval azt gondolom, hogy nagyon, én most utólag nem tudom megmondani, én alapvetően, és a Jobbik mindig támogatta az ilyen nagy olyan rendezvények, sportrendezvények megrendezését, ami a országi mázs és turisztika szempontjából fontosak, de csak akkor, hogyha ez nem okoz gazdasági problémát. Á, és Ceterum Cenzeo sokkal több pénz kellene a jelenlegi Fideszes kormánynak a tömegsportra is adnia. Ha csak ha már itt olimpiát tartunk, mert azt gondolom, hogy össztársadalmi szempontból egészségügyi kiadások, stb. szempontjából az is kiemelt fontosság, ezt így bocsánat, de kellett volna ezt a mondatot. Bölcs megértését kérem mindenkinek. Abban tudunk ugye kiindulni, hogy a világ legnagyobb sporteseményei közül, itt ugye az olimpia foci VB, illetve az atlétikai és az úszó világbajnokság közül ugye kettőt is az atlétikai világbajnokság, ütetve kétszer is a vizes VB-t Magyarország nagyon sikeresen megrendezte. Ráadásul ugye a sportlétesítményeink alapvetően megvannak, tehát amire szükség lenne az egy infrastruktúrális fejlesztés, például a közlekedés tekintetében. Itt egyébként ugye utólag kiderült, hogy a versenyben maradtunk volna 2017-ben, akkor minden bizonyal három olimpiát ítélnek oda, Párizsnak 24-et, Los Angelesnek 28-at és Budapestnek 32-t, ennyi idő alatt pedig mindenképpen ezek a fejlesztések végrehajtatók lettek volna. Hát most legközelebb 36-tal kapcsolatban merülhet föl ilyesmi. Az egyértelmű, hogy a sport létesítmények valóban most már ezért kellően fejlettek Budapesten, és én is arra szeretném a hangsúlyt helyezni, hogy ha mondjuk ez sikerült volna ez az olimpiai projekt Magyarország számára, akkor amellett, hogy számos előnye van eleve az olimpia megrendezésének, amellett az itt élők is szerintem jól jártak volna például pont azokkal a közlekedési fejlesztésekkel, amiket akkor valószínűleg a kényszer alatt jobban megépítettek volna, és lehet, hogy egy sokkal jobban szervezett város maradna itt az olimpia után, és egy jóval élhető város lenne Budapest. Tehát azt gondolom hogy ezek azért mind olyan ö, fejlesztések, amelyekre eleve szükség lenne, és az olimpia egy jó kényszerítő erő, hogy ezt megépítsék. Tehát ö, számos előny van, és én az nyilván most nem tudjuk megítélni, hogy hogy ö, mi történt volna valóban itt azért a koronavírus, meg a háborút követően. Biztosan nehézségekbe ütközött volna ez a, ez a rendezés, de ezzel együtt Magyarország számára ez egy nagy kiúrási lehetőség is lett volna. Én is az atlétikai VB-t akartam felhozni példaként, hogy képesek vagyunk megrendezni nagyon nagy világversenyeket, és valószínűleg sokkal nagyobb biztonság is lenne. Tehát ilyen jelenetek, amik mondjuk a... Nem tudom, a multikulturalizmusból, párhuzamos társadalmakból, bevándorlás magas létszámából adódó feszültségek, ez itt Magyarország ugye, ugye nincs meg. Lást például az izraeli válogatott hazánkban játsza a hazai labdarúgó mérkőzéseit, selejtezőit, és talán, ha jól emlékszem, Belgiumban is ez volt a kérdés, hogy az izrael -e szemben játszott, de belgiumi hazai mérkőzést is ide kell exportálni Magyarországra, mert hogy egyetlen egy belga város sem tudta vállalni azt, hogy biztonságban tudja az izraeli sportolókat, ami egy egészen nagy rém, hogy az Európai Unió központjában ilyen, ezt nem tudják abszolválni. Tehát Magyarország képes rá, hogy megrendezze. De ha őszinte vagyok, szerintem Varga Mihály, Orbán Viktor és a gazdasági döntéshozók most örülnek, hogy ez, ez, a teher most nem nyomja a magyar költségvetés vállát pluszban ahhoz képest, amilyen helyzetbe eh, került Magyarország, vagy amivel eh, részben a körülmények taszították. -e. No, és már Koloman az előbb említette itt a budapesti városfejlesztéseket, és ezzel együtt a közlekedést, és ez megütötte a fülemet, és a következő témához viszont elengedhetetlen, hogy megkérdezzem, hogy vezettek-e, van-e jogosítványotok? Nekem van jogosítványom, ritkán vezetek egyébként, mert Budapesten általában inkább tömegközlekedéssel járok, de szeretek és tudok vezetni. Péter. Én tömegközlekedem, úgyhogy. Nincs, nincs. nincs is jogosítványom? Nincs. Nincsen. Hát én nagyon sokat vezetek, és Budapesten is vezetek elég sokat, de tömegközlekedek is, tehát azért látnak engem a villamoson is félreértést ne essék a kedves nézők néha, de tény, hogy nagyon sokat vezetek, és ráadásul, mivel az országban is elég sokat mozgok, ezért, illetve mondjuk az olyan távokat, mint németországi Rokonság barátok nyilvánvalóan autóval teszem meg általában, mert még az mindig kisebb az ökológiai lábnyoma, mint mondjuk egy repülőgép jegynek. Kelezném. úgyhogy én sokat vezetek, és van jogosítványom, és nagyon régóta, nagyon régóta vezettek, és nagyon régóta van jogosítványom. És sokat is. Máté. És sokat is. Én nekem fogalmam sincs meg, az ökológiai lányomom is nem is érdekel, de sokat vezetek, és uh, igyekszem kerülni a belvárost az idegállapotom állapotom. Uh, Ez dolog. Védelme érdekében. Akkor viszont örülök, hogy itt el vannak osztva, hogy sokat is vezettek, keveset is vezettek jogosítványa, jogosítvány nélkül, mert akkor nagyon jó, hogy hozzá fogtok tudni szólni a következő témához. Átalakíthatják a jogosítvány szerzés szabályait Magyarországon azzal, hogy lehetővé teszik, hogy a tanulóvezetők jogosítványjal rendelkező hozzátartozójuk felügyeletével gyakoroljanak a forgalomban. És mi a kér, Miért szóltok -e ez a hírhez? Van erre egyébként például Ausztriában tapasztalatok is vannak azzal kapcsolatban, hogy, hogy miután lezajlott egy, egy hivatalos oktatás, utána lehet családtaggal is gyakorolni, és állítólag a statisztikákból az derül ki, hogy, hogy akik így szereztek jogosítványt, azok kevesebb balesetet okoznak utána. Úgy tudom, hogy Svédországban is van hasonló példa, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki csak a beül az édesapja mellé és úgy tanul megvezetni, hanem itt valamilyen módon kombinálják a hivatalos oktatást, illetve azt, hogy plusz órákat lehet gyakorolni és tapasztalatot szerezni. De szeretnétek egyébként, hogyha úgy közlekedtek, ugye te nem vezetsz akkor, de hogy így vagytok kint a forgalomban, hogy ilyesfajta autósok is körülvesznek titeket? Én nagyon-nagyon dilemmázom a válaszadásban. Próbáltam egy nagyon határozott álláspontot előre átgondolni, hogy mit mondjak a műsorban, de nem tudnám eldönteni, mert az a helyzet, hogy, hogy a balesetek jelentős részér nem tanuló vezetők a felelősség, hanem általában a gyorshajtók, vagy részeg, vagy bedrogozott sofőrök, stb. Ezért volt ebbe is elég rémes történetek, most ugye a Árpád hidi esetre gondolok például, de az is tény és való, hogy a közlekedésben a, annak a rugalmas, biztonságos folyását nagyon meg tudják ám akadályozni azt is, hogyha a tanulóvezetők nem nincsenek tisztában pontosan, hogy melyik sáv hova vezet, és azért Karácsony Gergely Budapestjén ez gyakorta előfordul, még tapasztalt sofőrökkel is, hogy nem tudjuk, hogy a, éppen melyik sárga nyíl az most már okafogyott, vagy nem okafogyott, oda, oda rakták, melyik karó hogy áll éppen. Szóval ilyen szempontból én, én, én azért egy kicsit aggódva figyelném, hogy a leleményes magyarság az vajon mennyire élne vissza ezzel a jogszamája. Lehet, hogy nem én fogom a legnépszerűbb álláspontot képviselni, de én azt gondolom, hogy nagyobb szigorra van szükség a jogosítványszerzés kapcsán. Lehet, hogy ennek a, a csomagnak valójában lesz egy ilyen része is, mert mondjuk a vizsgázást kicsit ö, megszigorítják. Megjegyzem, átláthatóság szempontjából is ö, nagyobb ö, fel, figyelemre van szükség, mert hall az ember sok plegykát, hogy hogyan is lehet ö, átmenni a vizsgán, és azért ezzel is megvan ne a. nem igazok. Ezzel is be, biztosan. Ezzel is van probléma, de azt gondolom, hogy azért legyünk őszinték, van sok olyan sofőr az utakon, akik legy, udvariasan fogalmazva még nem gyakoroltak eleget, és nem, nem elég magabiztosak. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit szigorúbban kellene a jogosítványt megítélni, kicsit többet kell ilyen küzdeni érte, mert most viszonylag könnyű megszerezni, és azért látjuk ennek bizonyos esetekben a negatív következménye. Ez hogyan képzeled el? Több vezetési órával, vagy másfajta oktatási módszerrel, vagy egyáltalán milyen tételeket tennétek bele ebbe? a, a, a jogszabályszerzés szabályait megváltoztató rendeletbe. Lehet akár több gyakorlásról is szó, de én inkább elsősorban a vizsgát letenném egyrészt átláthatóbbá, hogy objektívebb legyen, másrészt viszont szigorúbbá, hogy kicsit nehezebb legyen átmenni rajta. Tehát azt gondolom, hogy fontos, hogy egy forgalomban, ami egy nagyon veszélyes helyzet, sok esetben nagyon sok más emberre és oda kell figyelni, és más autósokra, itt azért minél nagyobb rutinnal és magabiztossággal vezessenek csak a sofőrök. Hát én azzal egyetértek, hogy a abszolút átláthatóbbá kellene tenni a jogosítvány megszerzését, mert azért én azért így belemondanám bátran a kamerába, hogy igenis vannak esetek, amikor tudjuk, hogy hogy szereznek jogosítványt, de a legnagyobb probléma az, hogy ezt néha egyes vizsgabiztosok és elnézést a kivételektől, és biztos ők vannak többen, mondjuk szándékosan is buktatnak azért, hogy megkapjanak bizonyos összegeket egy idő után, és ezt senki nem tudja ellenőrizni. Igen, ez a mezzet, ezért, lenne szükség? ezért értek veled egyet, hogy nagy átláthatóságra lenne szükség. Én egyébként, igen, gyakorlott vezetőként bizony messziről felismerszik az, aki szembe jön, hogy mennyire gyakorlott vezető az illető már azon, hogy hogy, hogy kezd el indexelni, vagy, vagy, vagy egyáltalán szembe úgyhogy én nagy támogatója van, vagyok annak, hogy mindenki minél több gyakorlatot szerezzen, mm -hmm. csak az a baj, hogy a jogosítvány megszerzés egy egyszeri aktus, és az, hogy ha most megszereztük, de utána öt évig nem ülök be a kocsiba, majd öt év után elindulok az M7-esen a Balcsi felé, eh, amit azt látjuk néha, eh, szóval ezt a problémát a ez nem szűrni ki. A belsősában szigorúan 80-nal, akkor azt ugye nem tudjuk kiszűrni. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem csak a jogosítvány megszerzése, hanem az utánkövetés lenne nagyon fontos, és minden eh, ilyen kezdeményezést, amit én alapvetően az osztrák példára hasonlóan én jónak tartok, mert nézzük már a magyar polgárokat felnőttnek, hogy igenis tudjanak gyakorolni, de a jogosítvány megszerzését pedig nagyon felül kéne vizsgálni. Nagyon sajnálom, hogy ennyi idő jutott csak erre, és Mátéban ez bent maradt, de remélem, majd folytatjuk egy következő Mi alkalommal. Legyen. Köszönöm, hogy eljöttetek Köszönöm és szépen. elmondtátok Köszönöm a gondolataitokat. Köszönöm szépen kollégáim nevében az egész hetes megtisztelő figyelmüket, önöknek pedig legközelebb hétfőn találkozunk. Addig is szurkoljunk együtt a magyar csapatnak a Párizsi Olimpián. Viszontlátásra!